Fiatalok utánpótlás bemutatójával kezdődött az idei második Fight Night küzdősportgála. Az eseményen összesen 40 harcos méret tette meg magát. 20 mérkőzés lesz, és a MMA, a World MMA Association-nek ez a második magyar bajnoki fordulója, illetve egy gála keretében K1 mérkőzésig felváltva kerülnek itt bemutatásra Gyulán. A nem mindennapi K1 és MMA párharcok idén a gyulai vártövében zajlottak. Az ország minden részéről érkeztek harcosok. A lényege ugye ennek a fordulónak, hogy a Szentpétervári Európa-bajnokságra, illetve a kínai Makon megrendezendő világbajnokságra kvalifikálják magukat ezzel a második fordulóval is a srácok. A küzdelem napján hazai és külföldi fiatal, feltörekvő tehetséges ifjak is megmutathatták magukat. A nemzetközi junior pro K1 mérkőzésen Kádas Gábor egyhangú pontozással megvédte címét.